Sziasztok, itt vagyunk a Várkert bazárban, ahol Hien koncertezik, aki 8 évvel ezelőtt költözött ki Amerikába, és most újra hazatért Magyarországra. Szia, üdvözöllek nálunk! Sziasztok! Ugye te 2014-ben költöztél ki a zenei tanulmányaid miatt, és 2019-ben lediplomáztál. Mesélj egy picikét dióhéjban, hogy mivel foglalkozol azóta, mert hogy nem csak énekelsz. Igen, tehát az éneklésen kívül zenei producer vagyok és sound designer. Szoktam dolgozni más projekteken is a saját zenémen kívül, és igen, ezt a három dolgot csinálom. Énekesnő, zenei producer, sound designer, így szoktam magamat bemutatni. Nemrég jártál egy különleges fesztiválon Amerikában. Ez miért volt meghatározó a te életedben? Hát ez volt az első amerikai fesztivál, amin felléphettem, ez a South by Southwest, és ez volt az első alkalom, hogy Texasba látogattam, úgyhogy ez egy óriási élmény volt, rengeteget inspirálottam, és tök jó művészekkel találkozhattam, beszélgethettem, volt itt három koncertem, ez egy ilyen egész hetes esemény volt, és igen, rengeteg emberrel megismerkedtem, és utána hála az égnek voltak beszélgetések, vagy kezdeményezések, amik így folytatódtak, vagy mai napig folyamatban vannak. Ez a világ egyik legnagyobb ilyen típusú fesztiválja, ahol ugye fiatal előadók bemutathatják magukat. Na de ma bemutatod magad itt a Várkert bazárban, milyen koncerttel készültél, milyen dalokat hoztál, és milyen nyelven fogsz énekelni? Angolul, magyarul és vietnámiul fogok énekelni. Ez egy 45 perces pop elektronikus show lesz, bár nem szeretem magamat ilyen zenei műfaj jogba kategorizálni, mert sok műfajból inspirálódom, és ezt szerintem azért valamennyire hallatszik, de így mondanám, hogy ilyen finomabb, organikusabb, elektronikus textúrák, ilyen kicsit elszállósabb, atmoszférikusabb ének, és angol, magyar, vietnámi szövegek. Igen, milyen sokszínű a koncerted, olyan sokszínű dolgot csinálsz majd itthon. Mivel töltöd majd a következő hónapokat, és meddig leszel egyáltalán Magyarországon? Most úgy tervezem, hogy egészen karácsonyig itthon leszek. Sajnos tavaly nem tudtam itt tölteni a karácsonyt, úgyhogy erre most nagyon vágyom. Ennyi időre egyébként még nem jöttem haza, amióta kiköltöztem az államokba, és a következő hónapokban próbálunk egy új musical darabra a Madár Színházban, és ezen kívül pedig szeretnék új zenét alkotni, gyártani, mert a következő albumot vagy LP kislemezt próbálom így összerakni, úgyhogy így nyáron szeretnék egy kicsit így lelassulni, meg alkotni, új alkotókkal megismerkedni itthon, tehát hogy amiről így lemaradtam, szeretnék egy kicsit visszakerülni a képbe, hogy mi is történik, úgyhogy szeretnék sok koncertre eljárni itthon, és felfedezni az új helyeket, amik nyíltak, de igen, összességében így
ez a terv. Köszönöm szépen, és akkor ha minden igaz októberben, akkor a színházban találkozhatunk veled, amikor színpadon leszel. Így van. Addig pedig hát összefutunk veled egy koncerten a közönség sorai. Igen, ez jó lenne. Köszönöm szépen a beszélgetést, mi pedig bele is nézünk ebbe a koncertbe. Tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ.